Mindig ez a világ vonzotta Kovács Dánielt, és közben adódott a lehetőség a felvételre. Így az újdonság varázsa is hatott rá, amikor elhatározta, hogy a divat és textiltervező specializációra jelentkezik. Ez a különlegesnek tűnő képzés a PTM Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetben a tárgyalkotás alapképzési szakon 2021 őszén indult. Mindig egy adott nyitó koncepcióval kezdünk. Szóval kapunk egy feladatot, és akkor ki, mi ki az, aki hozzá párt, társít dolgokat, meg milyen dolgokat. Nekem itt ez a, ez a kollekció a 99-es Woodstockból inspirálódott, és igazából a mintáim a logón az digitál printen nyomtatott, saját magam által tervezett, így a fesztiválon ez a tábla felmutatós dologból kiindulva, illetve az egésznek van egy ilyen, nem is tudom, elszabadult a pokol, hatalmas, felfűtött érzelmek, és ezt szerettem volna így a nagy sziluettekkel, bőruhákkal visszahozni. Úgyhogy inkább először megvan a gondolat magja, és akkor azt utána bontogatja ki az ember, és ez így, így épül fel szépen lassan. Dani három témakörbe hozott munkát a kiállításra. A másik alkotása esetében az újrahasznosítás volt a feladat. Merőben más gondolatiságot tükröz a jövőre végzős alkotóműve tudtam, hogy lomiztam ezt a két hatalmas sötétítő függönyt, ami, ami a külseje ennek az egész tértextilnek, és őt szerettem volna felhasználni. És egy kicsit szerintem az is benne volt, hogy szerettem volna megpróbálni minél többféle dolgot, hogy ne csak egy valamit próbálja ki az egyetem alatt, hanem minél jobban kihasználjam a lehetőségeket és így, így alakult meg ez, ez, a, ez, az alkotás. A tárlaton a hallgatók öltözéktervező és autonóm textilművészeti alkotásai tekinthetők meg Pécsen, a Nádor Galériában augusztus másodikáig. A kiállításról bővebben a Panon Televízió Pécsi körcímű kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink.